Hát sziasztok, sziasztok kedves emberek, én Dombi vagyok, és ez itt egy újabb FIFA 21-es sorozatnak nézünk elébe. Ez pedig nem más, mint egy FIFA 21-es Napoli karrier. Miért is gondoltam arra, hogy egy újabb FIFA sorozatot indítsak el? Tudom, hogy mert már sokszor hangoztattam, hogy ezt, ez lesz a végleges sorozat, az lesz a végleges sorozat, Mert ugye azt ugye úgy tudjátok, hogy a legutóbbi sorozat az egy West Ham United karrier volt, de én úgy éreztem, hogy uh, itt az ideje uh, egy átevezni az olasz bajnokságra, a séria A-ba. Ott még nem karriereztem úgymond a FIFA 21-ben, de annyira annyira nem szoktam már játszani Fifával, hogy én olyan vagyok, hogy elkezdek egy sorozatot, és utána már nem folytatom. Azért nem folytatom, mert elmegy a, a kedvem tőle, nincs kedvem folytatni, egész egyszerűen én ilyen vagyok, de, de én már arra, a uh, arra döntésre jutottam, hogy legyen ez a végleges, de most már tényleg az utolsó uh, sorozat, ez a karriermód, ez a Napoli karrier. Uh, miért is választottam ezt? Azért is, mert részben azért, mert Maradónának a tiszteletére igen, Csállanuglut fogom majd megvásárolni. Tudom, hülye ötlet, mert ő most az Interben játszik, az Ácsi Milánból átigazolta az internacionáléba, úgyhogy, úgyhogy, részben Diego Maradónának a tiszteletére, mert ő ott játszott. Hát másrészt meg ö, így most elkezdtem még az olasz bajnokságot is követni. Ö, Valamiért így kezdek így rá fókuszálni egy másik bajnokságra, az olasz bajnokságra például, mert eddig nem követtem az olasz élvonalat, vagy éppen a másodvonalat. De én arra gondoltam, hogy, 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 hogy itt az ideje. Abba is belenézni, legalább nem begyepesődve nézni a, a magyar bajnokságot a tévében, vagy éppen élőben, vagy a spanyol bajnokságot, pedig én Madrid-szurkoló vagyok, de azért jó átevezni másik vizekre, hogy például az olasz bajnokságot is megismernem, követem, hogy mi van. Ugye bár a sport egy közvetíti a, majdnem az összes olasz bajnokságot, hát a francia bajnokságot nem tudom követni. De úgy a eredmények alkalmazásba természetesen tudom követni. Meg harmadrészt kommentártól társam Imi mondta, hogy egy 5-6 szezont nyomjak le a nápolival. Nápolival. Úgyhogy én ezt a kihívást elfogadtam, úgyhogy, úgyhogy 5-6 szezont le fogok nyomni. A Nápoléval, úgyhogy legalább megismer, megismerkedek a, a csapattal, legalább ez egy kicsit, kicsit jobb lesz. Hát ugyebár a FIFA 22 az egy kicsit később fog megjelenni. Hát ugyebár az mindig össze szokott megjelenni, de nekem még várni kell arra, hogy hogy beszerezzem. Úgyhogy azért is lesz majd egy hosszú sorozata a FIFA, hogyha nem is. Majdnem minden hónapban, de azért legalább próbálkozok jelentkezni új ö, részekkel. Most az első rész az mindig ilyen rövidkes, mert ugye már az átigazolási időszakkal foglalkozom. Nem azt próbáltam meg leigazolni, de nem jött össze. Úgyhogy majd megpróbálkozok videón kívül újra le, ö, megvenni őt. Ö, mert azért egy erős kapus kellene, itt. Ugyebár a Nápoly az mindig ott volt a középmezőnybe, tehát úgy nem középmeződője vagyok hát a élmezőnyhöz, a felsőházhoz tartozott mindig is. Gondolok itt például az előző szezonra, ahol nem máshol, mint az ötödik helyen végeztek, tehát az Európa ligának a, a selejtező sorozatában indulhattak. De nekem most az lesz a célom, hogy az első szezonban nyilván az első négy helyet akarom megszerezni, ugye bár, hogy a bajnokok ligájának a indulást jelentő helyére ö, induljak. Itt hát, most csak úgy nézegetem, hogy a Napoli hol ért el nagyobb eredményt, azt hiszem a 2018-2019-es szezonban, amikor a második helyet érték el. Ö, de azóta nem, ha jól látom, nem igazán ö, voltak úgy az első négyben, tehát hogy a bajnokok ligájának a az indulást jelentő helyén. Igen, Szoboszlait is megveszem. Ö, azért egy jó kis a magyar játékos is nagyon jó kell ide a csapatba. Úgyhogy hogyha remélem élvezni fogjátok, én megteszek minden tőlem telhetőt hogy sikeres legyen ez a bajnokság, még illetve gyakorolni fogok a, a játékosoknak a kiejtén is. Tehát például a Csálánoglún kell nagyon finomítanom, e, mert ugye bár tudjátok, hogy amikor felvettük az EB-t, imivel, e, amikor, egy, amikor a török Wells vettem föl, akkor hát nem tudom, hogy jött össze ez a Kálán helyett a Csálánoglú. Hát gyorsan akartam kimondani a nevét, aztán ez lett belőle, Hát az egy az éve egyik aranyköpése, hogyha én ilyen hülyén ejtettem ki. De érdekes módon a Forma amikor közvetítettem, és hát utólag kommentáltam, akkor nem volt ennyire... akkor tudom a pilotáknak a neveit. Meg a csapatoknak a nevét is. Úgyhogy... Úgy tervezem, hogy szerda vasárnaponként lesznek ö, nápoli részek, vagy úgy karrier részek. De most kivételesen, az az hétfő van, tehát 8. 23, az ma lesz fent ez a videó. A következő rész az viszont már szerdán lesz, és úgy szerda vasárnap, szerda vasárnap lesznek fent ezek a karrier részek, így tervezem. Ö, más videókból is lesznek, ö, más játékokból is lesznek videók természetesen, én azt tervezem. Navasztra akarom még igazolni, tehát így az első helyet meg a bajnokságot meg akarom nyerni, de azzal még várjunk, mert még nem is kezdődött el a szezon. Szóval ezek várhatóak, bízom benne, hogy egy sikeres szezonnak nézzünk elébe, mert utoljára, azt hiszem a Pest 17-ből volt utoljára egy rendes karrier, amikor a Zetébe feljutottam az első osztályba, és ott is maradtam. Igen, most sokan kérdeztétek, hogy lesz-e folytatás belőle, vagy kaposvár karrier, és mindig azt mondtam nektek, hogy hogy lesz, lesz, de aztán mégsem lesz, mert én hülye elfelejtettem, meg hát úgy más lettek a... Ö, meg hát így a magánéletben is azért nem jött össze. Úgyhogy elnézést kérek, hogyha valakik azt itt mondom, hogy ki, mik lesznek a következő meccsek, még ezt elmondom, hogy miért még véget ér a videó, hogy... Ö, elnézéseket kérem, bocsánatot szeretnék kérni tőletek, de azért majd lesz még egy retro fifa magyar bajnokság. Úgyhogy tartsatok velem, megéri. Ha tetett ez a videó, akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel a csatornámra. Én Dombi voltam, a továbbra is, továbbra is éleszek. Sziasztok, vigyázzatok magatokra, szép napot! Like I'm floating through the air. The